Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti előadáson. A címe ennek a kettős előadásnak ezen a héten és a jövő héten Kelet és Nyugat között. És megkérdezhetitek, hogy mi lenne ennél időszerűbb. Valójában Magyarország mindig is Kelet és Nyugat között volt, van és lesz, amíg itt lakunk. Mentalitásban is, földrajzilag is, művészetileg is, spirituálisan is. Nagyon sok egyéb szempontból. Most az első előadáson azt vizsgáljuk a kérdéseitek segítségével is, hogy mi az, amit monasztikus hagyományként ide keletről mi importáltunk. Miért kellett ez? Mire jó ez? Mi az, amit ismerünk belőle? És mi az, amit nem ismerünk belőle? És ami a legveszélyesebb, mi az, amiről úgy gondoljuk, hogy ismerjük, de közben mégsem? Tehát képzeljük azt el, hogy a Buddha idejében csak azok foglalkozhattak a dharmával, akik szerzetesek lettek, vagy szerzetesnők. Képzeljük el, hogy csak kolostorokon, vagy erdei remetességek falain, határain belül lehetett a dharmát gyakorolni, és a világiak nagy része nem fért hozzá. Ez azért fontos elképzelnünk, mert az összes olyan meditációs módszer, ami először keletről nyugatra jött, az ilyen környezetben alakult ki, ezeket az igényeket szolgálta ki, és pontosan olyan embertípusra vagy létformára épült, ami a szerzetesek szerzetesnőké volt. Ha így megnézzük a zen koanokat, és hozzászámoljuk azt a környezetet, hozzászámítjuk azt a fegyelmet, azt a vezetést, azt a struktúrát, hierarchiát, ami a zen kolostorokban, egyéb mahaján a kolostorokban volt, és részben van is, akkor ezek a koanok, amikről beszélünk, és megpróbáljuk a saját agyunkkal kinyitni ezeket a kapukat, teljesen másként érthetőek. Elmondok egyet, ami nem túl gyakori, az a címe, hogy a Buddha egy párfűcipő. Fiatal, szerzetes növendék belép a kolostorba, és a mestertől, mint mindenki, kér egy koant, egy olyan kérdést, amivel dolgozhat, ami a diszkurzív gondolkodását lecsendesíti, központozza, és végül félreteszi. És mint minden növendék, először komoly, kemény fizikai munkát kell végezniük, és az ő dolga az volt, hogy tűzifát hordjon a hegyről a kolostorba, ami nagyon tipikus. Tehát a rizshántolás, zöldségpucolás, földművelés, tűzifahordás, a templom részeinek tatarozása, újraépítése, ez mind a szerzetesek és növendékek feladata volt, de minél fiatalabb volt, annál nehezebb fizikai munkát végzett. És megkérdezi a mestert, amikor már megtehette, mi a Buddha? Kérlek, mester, taníts! És erre a mester azt mondta, hogy igazi önvalód a Buddha. Jin Shim Shibul, ez így hangzott el. Viszont ez a növendék ezt félreértette, és úgy értette, hogy Jin Shim Shimbul. Tehát a Shibul helyett egy Shimbalt, Shimbult értett, és a Shimbal azt jelenti, hogy lábbeli. Úgyhogy azt a koant kapta így a félreértés nyomán, hogy a Buddha egy pár fűcipő. És nagyon nem értette. Hogy lehet a Buddha egy pár fűcipő? Tehát azért gondoljuk el, hogy nagyrészt nagyon egyszerű, nem túl tanult és nevelt emberek belépnek a kolostorba, kapnak egy ilyen rejtélyt, és tényleg azért, hogy ne értsék. Hogy mennyire ne értsék, és hogy ez a nem értés hova fut ki, az már ugye a mester és a tanító feladata, hogy ezt meghatározza. Hát nem hinném, hogy ez a zen mester, aki ott volt, pontosan a Buddha egy pár fűcipő című rejtélyt szerette volna neki adni, de mégis ez kell, és naponta, sok órán keresztül egyébként fűcipőt viseltek, tehát ilyen szalmából összekötözött lábbelit. Fűcipőt viselve ez a növendék nagyon keményen, dolgosan hordta a tűzifát a hegyről le a kolostorba. Sok hónap telt el így. Elérkezett az ősz, még több tűzifa kellett, esett az eső, sáros lett a lejtő,
és egyszer csak, ahogy jön egy hatalmas halom tűzifával a vállán le, megcsúszik, a lábbelie szétszakad, ő átbucskázik a lejtőn, a fát elveszíti, és több ilyen bucskázás és borulás után landol, és mellette a levegőből a fűcipő. És akkor ránéz, és azt mondja, tényleg, a Buddha egy pár fűcipő. És rohan le, zenmester előtt leborul, és megköszönni a tanítás, hogy tényleg, a Buddha egy pár fűcipő. És akkor a zenmester a botjával egy megüti, mit értél el? És erre a növendék megszólal, elszakadt. Mire a zenmester, akkor vegyél egy újat. Úgyhogy elment a házfőnökhöz, vett egy újat, és az ilyen jelenetek, azok nagyon-nagyon édes ugye, történetek a zenkolostorok életében, és nem is nagyon foglalkoztak vele sokat. Tehát ezért volt az a megnevezés, hogy megvilágosodott, vagy felébredt, egy mély és nagyrészt nem szóbeli megértésen, vagy kapcsolaton alapuló tapasztalat, amit később a nyugat elkezdett artikulálni. És képzeld el, hogy most csak a Mahajána északi átadásáról beszélnék, a Himalája, Kína, Korea, Japán hegyeiben ilyen több tucattól több száz fős szerzetesi, szerzetesnői közösségek, és így élnek. Rendkívül egyszerűen, nagyon szigorú hierarchiában, rendkívüli fegyelemben, és nincs újság, könyv, internet, autós közlekedés, semmilyen. Egy szuper inger szegény környezet. És ebben alakultak ki olyan gyakorlatok, amit ugye a tibeti, indiai, nepáli kultúrkör nagyon részletesen, nagyon szisztematikusan, konceptuálisan és esztétikailag is kidolgozott. A kínai, koreai, japán kultúrkör pedig sokkal aszketikusabban, sokkal lecsupaszítottabban, sokkal inkább egy pontra koncentrálva dolgozott ki. Ezek között értékítélet nincs, ezt hangsúlyozom. Mindenki a maga tudati szokásainak, habitusának, igényének megfelelően válogathat ezekből az eszközökből. Inkább arra koncentrálnék, hogy mi történt akkor, amikor ezek elkezdtek nyugatra szivárogni, mert ugye a 20. század az rettenetes paradigmaváltást okozott Európában is, Ázsiában is, és ugyan több száz évvel azelőtt már a keresztény hittérítők elérték Ázsiát, de visszafele, így a buddhizmus nem nagyon áramlott tömegszerűen a 20. századig. Világos, hogy az angol vendégeskedés Indiában nagyon komoly műveltséget eredményezett, nézd meg a londoni Páli Szövegolvasó Társaság alapításának a dátumát, tehát ők azért már akkor elsajátítottak valamit. Nézd meg azt, hogy a különböző spirituális tanok, a keleti vallásokból eltanult részek milyen szépen, lassan, fokozatosan, de a II. Világháború után tömegszerűen jöttek el nyugatra. És el kell képzelni a régi történeti képek és emlékek alapján azt az elképesztő változást, ami ezeket a módszereket illeti, hiszen egy rendkívül egyszerű, rendkívül inges szegény környezetből eljutottak egy nyugati, struktúrált, individualizált, nagyon-nagyon sokat gondolkodó, sokat érző környezetben. Mi történt tehát a gyakorlókkal, ugye a régi, több száz éves hagyomány gyakorlata során? Néha ez a kérdés, ez az egy kérdés, hogy mi a Buddha? Válasz, a Buddha egy pár fűcipő. Tehát a megoldhatatlan kérdés, az minden gondolkodó tudatot néha meg tud törni egy kicsit. És ez valahol cél is. Ne az, hogy szenvedj, nem az a cél. Az a cél, hogy a gondolkodásod átalakuljon. És a gondolkodás mintáihoz való ragaszkodás, az nagyon erős tud lenni, hiszen az én struktúrád ebből áll össze. Az én élményed ebből áll össze. Az egoitás összes önvédelmi mechanizmusa ezeket a mintákat védi. Ha ez egy kolostori környezetben elkezd törni, szakadni, de te kívül tartod a fegyelmet, benne vagy a szangában, ott a struktúra, ami segít, nagyon egyértelmű, hogy te kire hallgatsz és te rád ki hallgat, nem nagyon vevődik észre. Hiszen csinálja a dolgát kívül, a szanga létezik, mint egy hatalmas nagy szerves entitás, és mindenki ennek a része. Egyszerű az élet.
nem lehet nagyon elszúrni. Csak tenned kell a dolgodat, és belül, hogy mi történik, hogy te mennyire vagy összezuhanva, mennyire vagy depressziós, vagy mániákus, vagy őrült, vagy józan, mennyire lettél beteg a saját karmától, ez nem derül ki. Annyira le van szabályozva, és annyira jól van menedzselve, hogy semmiféle kitörés vagy egyéb nem nagyon fordul elő, ráadásul a természet kellős közepén, ugye vagyunk a kolostorok túlnyomó többségében, tehát a természet maga, mint egy kiegyensúlyozó erő, kiegyensúlyozó faktor működik. A kolostorok esetében ne gondoljunk nagyon bonyolult szervezet és működési szabályzatra több tucat oldal. Gondoljunk egy pár oldalas, pár bekezdéses templomi szabályzatra, és ez nagyon-nagyon egyszerű. Egyszerű őket megérteni, egyszerű őket betartani, és mindig van, aki betartatja veled, hogyha esetleg ez kicsikét félre csúszik, mert nem vagy annyira jelen, elvesztél a koanodban, nem tudsz a paradoxonjaiddal megbirkózni, és a többi. Minek az alapján mondom ezt? Azért, mert Koreában a konfuciánus dinasztiák alatt a zen gyakorlatát nagyon komolyan száműzték a hegyekbe. A városokban már a 11. századtól nem engedtek klasszikus zen meditációt tanítani, mert a konfuciánus dinasztiáknak nem volt érdeke az, hogy az otthon elhagyását, a hajlevágását és a társadalomból való ilyetén kilépést tanítsák a szerzetesek és a szerzetesnők a világiaknak. Tehát megosztották a tant, ha szútrát, erkölcstant, etikát, szertartást, őstiszteletet tanítottál, akkor lehettél a városban, és nagyon sok városi templom is épült pont erre. De ha meditációt, megvilágosodást, megszabadulást óhajtottál tanítani, akkor még koldulni sem jöhettél be a városba, és ez alsó hangon 500 évig tartott. Ha a lágyabb konfuciánus dinasztiákat is a Yi után belevesszük, akkor 7-800. Egészen a japán gyarmatbirodalomig. Különböző erővel, különböző szigorral, de ezt betartatták. Tehát ha neked az kellett, hogy megvilágosodás és a többi, irány a hegy. Ezért a koreai kolostorok nagy része a mai napig ugyanúgy működik, úgyhogy az elmúlt 20-30 évben elképesztő technikai és technológiai változások következtek be a fűtésben, a távközlésben, a közlekedésben, mindenben, de az alaphelyzet ugyanaz. A közösség működése ugyanaz. A tanítás a 6. pátriárkától számítva, Huineng, ugyanaz. Honnan tudjuk, hogy a 6. pátriárka történetei, tanítása a mai napig élő tan a koreai zenben. Most egyetlen egy mondatra gondolok, amikor kőkemény válsághelyzetben volt Huineng, és üldözték és elkapták, azért, hogy a dharma relikviáit elvegyék tőle, akkor ezt kérdezte az üldözőjétől. Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az eredeti arcod? Ez a kérdés lerövidült arra, hogy mi az eredeti arcod, mi vagy, mi ez. Tehát mi az, ami benned lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, cselekszik, él, meghal, mi az? Tehát ez a kérdés a 6. pátriárka korától a mai napig a koreai zentermekben nem változott. És nem is díszítették nagyon föl. Nem raktak alá 3 millió tonna követ, hogy a piramis csúcsaként ott legyen. Nem építettek köré intellektuális rendszereket, mert nem ezen az úton jutsz el a lényegéig. Inkább a koanok paradoxonjainak a lépőköve rakták le a folyóba, hogy kérdésről kérdésre, válaszról válaszra tapasztald meg az intuitív tudatod kinyílását, azt a fajta világosságot, ami nem fogalmi tudatból ered. Tehát ez a tudat nem tudat, hogy egy kicsit a paradoxont idézzem. Amikor ez kikerül a kolostor falai közül, eléri a világi környezetet. És hangsúlyozom, még Koreában sem érte el a világiakat ez a fajta tanítás, amiről az előbb beszéltem, az elmúlt pár évtizeden kívül. Tudtak róla a világiak, rendszeresen támogatóként feljártak, feljárnak a mai napig a zen kolostorokba, de nem meditálnak együtt a szerzetesekkel, maximálisan teát isznak, beszélgetnek, lerakják az adományaikat, megköszönik, hogy ott lehettek, és lemennek. Közös meditáció
a mai napig fönt a kolostorban nincs. 290 nap az éves meditációs program, most már a laza 3 hónapokban is vannak rövidebb 45 napos, 3 hetes meditációk, és ezeket a 3 hónapos időszakokat angónak hívják koreaiul, más néven kjolcse. A kjolcse az a kezdete, amikor összeszorítasz valamit, az, hogy szoros, zárt. Akkor az angó, az tart 90 napot, és aztán jön egy különleges nap, amit úgy hívnak, hogy heijei, az a kilazításnak a napja, és akkor onnantól kezdve utaznak, tanítanak, más templomokba mennek, vándorolnak. A nyári elvonulás, a nyári 90 nap az a Buddha ideje óta van így. Ugyanis a monszun alatt nem nagyon lehetett utazni, koldulni is csak nagyon-nagyon korlátozottan ott a környéken, és Kínában, a Tang dinasztiában, körülbelül Krisztus után 800 környékén, Pai Chang zenmester, amikor már annyian voltak szerzetesek, szerzetesnők, és a Tang dinasztiabeli társadalom annyira ugye, meghonosította a buddhizmust, nagyon sokan voltak, és le kellett azt az energiát kötni újabb zen gyakorlattal, illetve csan gyakorlattal abban az időben, és akkor a téli 90 napost is bevezették, hiszen a 4 évszakos ugye, éghajlaton a téli időszak sem olyan utazni való, különösen fönt a hegyekben, különösen az akkori körülmények között, de talán ma sem. Úgyhogy a téli és a nyári 90 nap az USKE 1200 éve működik. Koreában pedig úgy, hogy nem vált szét úgy Rinzaira és Szotóra, tehát Imjére és Jodongra, azaz ugye Lin Chi és Cao Tung, ez a két kínai név, akik a 6. pátriárka utáni 5 iskolának ugye, a vezetői voltak, 1 és 1, aztán volt még 3. Ez azért fontos, így szépen történetileg körbejárni, hogy lásd azt, hogy mennyire jó szervezett, mennyire önműködő, és mennyire a világi társadalomtól elválasztott volt ez a szerzetesi hagyomány, és amikor a 20. században ez eléri a nyugatot, először Amerikát és utána Európát, egy teljesen más környezetet talál. És most gondold el, hogy ezek a koanok, rejtélyek, találós kérdések egy olyan tudatot kezdenek el bombázni, akinek családja van, munkája van, nagyon komoly egyéni felelőssége van, nincs egy kialakult struktúra körülötte makroszinten, amelyik abszolút értékben megmondja, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, nincs egy egyszerű szabályrendszer, amelyik leszabályozza az életét, és ami a legfontosabb, nincs mellette valaki, aki ugyanúgy gyakorol, mint ő, és hogyha van valami szívfájdalom, akkor egy tea fölött megbeszélheti, mert ugyanazt csinálja 290 napon keresztül. Tehát amikor a tan nyugatra jött, nem volt aláírva, hogy a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát és gyógyszerészét, de nagyon sok kezelőorvosra és gyógyszerészre lett szükség akkor, amikor az emberek úgynevezett dharma balesetet hajtottak végre. A legalapvetőbb dharma baleset az az, hogy meditáció közben valamiféle különleges tapasztalásra ők azt gondolták, hogy kész, elértem a felébredést, non plus ultra, ennél több már nem lehet. És ebből születtek azok a deformációk, akik azt gondolták, hogy ők azok, akik egyedül ezt elérték, és mindenki más ennél kevesebb. Ezeket hívjuk arrogáns buddha jelölteknek. Nagyon kemény állapot. Sung San zenmester, ki külön koant gyártott erre, páran dolgoztok vele, úgy hívják, hogy hamuzik a buddhára, vagy hamut a buddhára. Ez egy valós létállapot, illetve tudatállapot, az illető bejön cigarettázva a dharmaterembe, füstöt fúj a Buddha arcába, hamut szór a szoborra, és te ott vagy, mit csinálsz? Milyen tudattal próbálod meggyógyítani ezt az elképesztő dharma betegséget, vagy dharma balesetet? Tehát ez az egyik lehetséges mellékhatás, hogy kognitíve magamba szívok valamit, meditálok egy kicsit, dehidrálódom, vízióim vannak, és akkor onnantól kezdve valami egész más vagyok, mint annak előtte. Más esetek is előfordulnak, ez a magányos gyakorlóknak a problémája. Ott az még több variációval járhat, mint az egyszerű megvilágosodás illúzió. Az emberek annyira el tudnak szigetelődni, és az amerikai ugye
formára gondolj, hogy majd én, ez a self-made man, hogyha egyénileg meg lehet oldani, akkor én megoldom, és mit ne tudnánk egyénileg egy kis szerszámkészlettel megoldani, és nagyon sokáig egyedül a szobában, nem beszélek róla senkinek, a tanító az valahol messze van, elég, ha elolvasom a darmát, nem kell a tanító, a személyes kapcsolat az olyan függőséget hoz, meg paternalizmust, meg ilyeneket, és különben is hagyjanak engem békén. Na, ilyenkor van egy olyan, hogy megerősödik az egyéni vélemény. Tehát pont a fordítottja zajlik, ahelyett, hogy szépen, mint a hagymáról a rétegeket, a megoldhatatlan kóan lehántsa rólad az énségedet, megtörténik az, ami szerintem egyetlen egy zenmester agyába se fordult elő, hogy a zen gyakorlattal az én kéreg, az egófal vastagodását lehet előidézni. Honnan látható ez? A nagyszerű gyakorló olyan intoleráns, és annyira irritálható, annyira szélsőséges, narcisztikus és a többi, hogy rosszabb, mint az átlag. Rosszabb, mint az átlag, ahol vannak bizonyos pszichikai fogódzók, lásd, párkapcsolat, munka, család és a többi, az elmagányosodott gyakorló ezeket lehántja magáról, mert hogy Buddha is remete volt, én is az leszek. Hát ez a hasonlat eléggé felszínes és eléggé kockázatos. Úgyhogy egy szó mint száz, amikor nyugatra kerültek ezek a tanok, akkor rengeteg félreértés és rengeteg félregyakorlás történt, és történik a mai napig is. Mit mondott ezért Sun Quan mester? Nem a technika fontos. Tehát te ne technikát óhajts tanulni, mert a technika az az út a különböző ezoterikus igazságok megismeréséig, gondoljuk mi. Azt kevesen gondolják el, hogy a hétköznapi problémáid megoldása, a személyiséged rejtélyeinek a nyitja, pontosan ugyanazon a helyen van, ahol az állítólagos ezoterikus igazságok eredete is. Csak szeretünk a tőlünk távoli abstrakciókkal foglalkozni, mert az nem érint olyan mélyen minket. Az nem csap bele a szívedbe annyira. És ott nem kell megváltozni annyira. Tehát az a tanítvány, aki a gurut várja, és a gurutól szeretne megváltást kapni, adagolva, részletfizetéssel, az nem gondolja azt, hogy ő ezt, mint mesterséget megtanulhatja. És mint közös cselekedetet a szangában elvégezheti. És hogy inkább a kevesebb lesz a több, és az énednek az elkopása, az úttá való válásod lesz a gyakorlat, és nem valami spektakuláris csinnadratának az elérése. Tehát ami jön és megy, ami keletkezik és elmúlik, ami bármilyen dualisztikus minőséggel bír, az nem az, amit keresünk. És ez az, ami el szokott veszni, amikor a nagyon látványos és nagyon idegen keleti technikák ide jönnek. És elolvassuk azokat a könyveket, amit szerzetesek írtak szerzeteseknek, nagyon gyakran, amikor egy teljesen más társadalmi norma és környezet érvényesül, onnantól kezdve nem vesszük észre a különbséget. És ez baj. Tehát az első és legfontosabb dolog, nézd meg, hogy honnan jött, és nézd meg, hogy benned mit csinál, mit hoz létre. Nem azt, hogy mit akarsz vele elérni. Nem azt, hogy mennyire tudod kifényezni magad vele. Tudod, hogy hány irányzatot gyakoroltál? Na, túl sokat. Tehát melyik az, amit legalább 10 éven keresztül csináltál? Egyszerű, világos, önzetlen tudattal, ambíció nélkül. Tehát az emberek itt nyugaton, ebben a környezetben nagyon nehezen látják be, hogy az a szisztematikus, kognitív, analitikus, abstrakciókat legyártó tudat, amely ki akarja desztillálni a megvilágosodás eszenciáját egy ilyen kis arisztotelészi ugye, mozdulattal, ez az énség a legnagyobb akadálya az úton való járásnak. Ez is egy paradoxon, hogy én annyira jót akarok, és én annyira szeretném elgondolni, és én szeretnék helyesen gondolkodni, de pont ehhez a gondolkodáshoz való kötődés az, ami az úton az akadály. És nagyon kevesen vagyunk hajlandók ezeket a fogódzókat elengedni, mert akkor hol vagyok én? Eredetileg sehol. És ez így lenne jó. Csak állandóan újra óhajtjuk termelni saját magunkat, a saját magunk illúzióját a meglévő nyersanyagokból.
és csak a szenvedés nyit föl. Tehát egy ismételt humán paradoxon, hogy boldogságkereső és szenvedéskerülő lények vagyunk, és mégsem arra hallgatunk, ami a könnyebb, ami a lágyabb, ami a finomabb, ami a nemesebb, hanem inkább arra hallgatunk, ami a kemény, ami konfliktus, ami szenvedés, ami lezúz, ami válságot hoz létre. Melyiket szeretnéd? És ha megnézed, néha nem tudsz ellenállni annak, hogy a saját sorsodat el ne ronsd. Nem tudsz ellenállni annak, hogy egy vaskemény énséget gyárts le azért, hogy ezáltal nyerhess valamit. És ezektől később mind-mind meg kell szabadulni. Ahhoz, hogy elérj egy olyan állapotot, amire nem jellemzőek a dualisztikus minőségek, feloldódott az énség a mindenségben úgy, ahogy egy csepp visszatér az óceánba, és hozhatnám a hasonlatokat, amelyek nem segítenek. Eljuttatnak egy bizonyos fokig, és utána elköszönnek tőled, mint aféle röpke déli bábszerű gondolatok, és jó is, hogy elköszönnek, mert képzeld el, hogyha ott maradna melletted. Úgyhogy azt kell látni, hogy itt nyugaton teljesen más gondolkodásmód, társadalmi forma és kultúra fogadta ezeket a tanításokat. Egy szükségszerű találkozás volt a megszokott és az idegen között, amely talán arra sarkalhat minket, hogy haladjuk meg azt a komfortzónát, amiben az intellektusunk és a személyiségünk annyira jól beilleszkedett, és amit annyira jól megszoktunk, hogy nem is akarjuk talán elhagyni. És megkérdezhetnéd, ugyan már miért foglalkozzak ezekkel az idegen vallásbéli dolgokkal? Miért haladjam meg a saját komfortzónámat? Ne béleljük ki jobban? Ne tegyük egy kicsit golyóállóvá? Az idő ezüst golyóját nem tudod felfogni. Nincs az a pajzs. A kölcsönös függés viszonyát születéstől halálig, sőt előtte és utána is viseled. Nincs az az elszigetelt tökéletesség, ahol a karma ne érvényesülne. És végezetül nincs az a tökéletes állapot, ami ha keletkezett, nem múlna el. A létezés három alapjegyét a buddhizmus és az ahhoz hasonló tanítások sohasem tagadták. Sőt, kimutatták és megmutatták, hogy mi az a tudatosság, ami e fölé mehet, ami ezt meghaladhatja. És amikor a koanok paradoxonjaiban elég a saját gondolkodásod, mert látod, hogy azzal nem oldod meg, ha látod, hogy egy farkába harapó kutyaként kergeti a miért és a miért és a miért egymást a tudatban, ha erre rálátsz, akkor előbb-utóbb megnyugszol. Tehát teljesen mindegy, hogy zenkörről beszélünk, vagy arról a farkába harapó kígyóról, uroboroszról, ami a káldeus ugye szimbológiában a világ keletkezését, megszűnését, áramlását jellemezte, vagy a kála csakra, ami egy nagyon-nagyon erőteljes szájban van, és mancsok fogják, tehát nem tudsz elmenekülni ettől a háromtól, hogy mulandóság feltételez kötöttség és tökéletlenség. Mihelyt megszülettél? És hogyha bemész a közepébe, ahol ott van a kígyó, a malac és a kakas, nézd meg, hogy ezek mit jelentenek, és hogyha téves nézeteidet, az erre épülő kapzsiságot és az erre épülő haragot megszünteted, akkor jutsz el addig a tudatig, ami a világodat teremti, ami a világunkat teremti. És ezt a zen útja nagyon egyszerűen, néha úgy tűnik, hogy egy lépésben mutatja meg, más, szisztematikusabb, módszeresebb irányzatok pedig sok-sok fokozatra építve, és feltehetnéd a kérdést, hogy akkor melyikkel foglalkozzunk inkább. Amelyik tetszik. Teljesen mindegy. Csak csináld őszintén, teljes hittel, teljes odaadással 10-20-30-40 évig a halálodig. És akkor amiben hiszel, az eredményt hoz. Olyat ne csinálj, amit nem hiszel el. Végképp. Sőt, olyanokkal se társulj, akikben nem bízol. Mert azért az is előfordul néha. Úgyhogy ha ez a két minőség megvan, akkor már csak az a bátorság kell, amivel ezt az egészet végigviszed, és egy ponton beláthatod, hogy az igazi kérdés nem a hagyományok miensége, minősége, kultúrája, jelenlegi környezete, hanem az igazi kérdés az te vagy.
Mit fogadsz el? Kit fogadsz el? Miben hiszel? Hova teszed az energiádat? Milyen irányt választasz? És ezért rájöhetsz egy bizonyos idejű gyakorlás után, hogy nem a hagyományok mássága, miensége az akadály, hanem a te ítéletalkotó tudatod. És hogyha ettől az ítéletalkotó tudattól megszabadulsz, akkor sem a múlt, sem a jelen, sem a jövő összes tapasztalata nem tud befolyásolni lényegileg, nem fogod magadat összetéveszteni ezekkel, nem fogod igazi önvalódként hirdetni azt, ami nem az. Úgyhogy itt szeretném a bevezetést befejezni, mert egy előadás annyit ér, amennyit valóban meg szeretnétek hallani belőle. És most a kérdéseitekkel folytatnánk. Tehát bármilyen kérdésed van, kelet, nyugat, gyakorlat, életmód és a többi, azt nagyon szívesen várom. Nekem olyan kérdésem lenne, hogyha dualista gondolkodás úgymond helytelen. Na, azt nem mondtuk. Nem helytelen. Akkor nem helytelen. Most helyes vagy helytelen? Mit szeretnél? Hát bennem eddig azért, hogy helytelen, hogy jó ahhoz, és rossz. Ahhoz, hogy eljuss vele a felébredett állapotig, arra nem alkalmas. Tehát nézzük meg, valamire alkalmas, valamire alkalmatlan. Tehát a kelet és nyugat megkülönböztetésére gondolok, hogy ez jó irányba visz, hogy megkülönböztetjük magunkat, meg keletet és nyugatot, vagy nem. Jó irányba visz, hogy a krumplit és a hagymát megkülönböztetjük? Hát te főzöl, hát muszáj, hát van, nem dinsztelt krumplival, hanem dinsztelt hagymával indítunk egy jó lecsót, így van? Na, tehát ez azért fontos, hogy a hagyma hagyma legyen, a krumpli pedig krumpli. És mindegyiket pont úgy lássuk, ahogy van. De attól, hogy a hagymáról és a krumpliról gondolkodunk, attól még nem jutunk el a kertbe. És még végképp nem kezdtük el termelni a zöldséget. Tehát ahhoz, hogy eljuss a tudat gyökereig, ahhoz legvégig nem tudsz elmenni a dualista gondolkodással. Egy darabig igen. Hát azért tanulunk, meg használunk fogalmakat, különbséget kell tennünk, az ítéletalkotástól tartózkodjunk. Ugyanabból a forrásból jön mind a kettő. Csak az egyik túl van vezérelve, a másik viszont optimum. És amikor meg nem tudsz különbséget tenni, például a piros és a zöld között, az meg alul van vezérelve, és az ugyanúgy az életedbe kerülhet. Nézd meg, a különbségtétel képtelensége hipofunkció, állandó ítéletalkotás, mindig nekem van igazam, hiperfunkció, az optimum, az a rendes, lehetőleg éntelen, önzetlen, megkülönböztető tudatosság. Erre szükség van. Na most mondjad tovább. Köszönöm. Nincs mi. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy akkor ebbe a bizonyos általad leírt nyugati tudatba ezt a tant, ezt hogyan lehet élni? Tehát, hogy hogyan lehet, amit említettél, hogy család van, felelősség van, stb. Tehát hogyan tud valaki nyugatiként, hogyan tudja ezt integrálni, összeegyeztetni? Azt hiszem, kellő nyitottsággal, türelemmel és erőfeszítéssel, ez a három kell. Tehát legyek nyitott arra a más típusú gondolkodás, és ne higgyem azt, hogy tudom csak azért, mert elolvastam. Ez az első. Türelem, hogy hagyjam az egészet ugye áthatni a saját személyiségemet. Tehát hagyjam azt, hogy szép lassan átitasson a tan, eltöltse a személyiségemet, mert hogyha túl gyorsan akarom ezt, akkor lepereg az esőkabátra. És az energia pedig az, hogy ahogy a vízcsepp a sziklát szépen cseppenként válja ki, vagy rakja le a mészkövet ahhoz, hogy gyönyörű cseppköveink legyenek, ugyanígy a meditáció fél óráról, fél órára, 50 percről, 50 percre, napról, napra, visszavonulásra, visszavonulásra szépen fejti ki a hatását. Ehhez türelem és erőfeszítés kell. Vimalakirti, aki a Buddha korának egy híres gyakorlója volt, ő mondta azt, hogy a legfontosabb aspektusa a meditációnak az a teremtetlen, türelmes elviselése. Előbb-utóbb eljutsz oda, hogy ami jön és megy a tudatban, az nem az, amit keresel. Azok jelenségek, azok tak-tak, jönnek, mennek, de van valami, ami nem jön és nem megy, ami mindig tiszta marad,
feltéve, hogy nem azonosul semmivel. És ezt hívnám mondjuk a látónak. Ezt azért tenném így, mert a Buddha is a vidya szóval ezt a látást tette előtérbe. Az avidya az a nem látás, nem tudás, téves nézetek. Amikor a saját kis pokrocunkat magunkra húzzuk, és még guánóval le is takarjuk, hogy jó meleg legyen. Úgyhogy ez a látás az, ami megvalósul, ez viszont egy nem keletkező, nem szűnő, teremtetlen tudat. És ezt elviselni, na ehhez szokni kell. Tehát ahhoz, hogy az ember ezekhez a jelenségekhez ne ragaszkodjon, ne akarjon belőle újabb várat építeni, ahova bemegy, elkezd játszani a játékaival, és közben ég ez a vár, ismerős hasonlat gondolom, ahhoz egy nagyon érett és türelmes, erőteljes személyiség kell. Mind a három egyszerre. Tehát viseljem el azt, hogy látok. A legelején ugye őszintének kell lenned magadhoz, amikor a személyiséged eddig nem látott aspektusai, tudattalan dolgok a felszínek kerülnek, ez a kezdet. És amikor már ez szokássá vált, akkor látod azt, hogy tényleg van valami, ami működik bennünk, benned, mindenkiben, és ez teremtetlen. Ez nem keletkezett, nem szűnik. Ez az, ami nem mozdul, ez az, ami nem cselekszik. És mégis valahogy ez vált át látásba, hallásba, szaglásba, tapintásba, ízlelésre, pillanatról pillanatra. És hogy ezt elviseljük, ehhez kell türelem, erőfeszítés, gyakorlat, tapasztalat. És mégis enélkül nem lenne meg az a csomó minden, amire vágyunk, bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség. Tehát az emberek vágynak erre a sok-sok jó minőségre. De hányan vagyunk hajlandók az oda vezető utat végigjárni, ami a saját sivatagunk, vagy dzsungelünk, vagy senki földjén keresztül megy. Azt hiszem, hogy egyszerűen és tisztán lehet ezt csinálni, csak ne ragaszkodjunk a saját kultúránk vagy gondolkodásmódunk komfortzónájához, és az ebből a szempontból előnyös, hogy egyre kevésbé lehet ehhez ragaszkodni. Tehát egyre jobban megmutatkozik az, hogy amiben eddig szerettünk volna hinni, az ugyanolyan tökéletlen, mulandó és feltételekhez kötött, mint bármi más. Nem vagyunk különlegesek, nem vagyunk kitüntetettek, semmilyen aspektusból. Tehát akár ki is próbálhatok valami mást, amiről úgy tűnik, hogy működik. Hát de most ez nagyon mély válasz volt, de én inkább tulajdonképpen a formára lettem volna kíváncsi, hogy egy mondjuk mai világban élő hétköznapi nyugati ember, akinek családja van, gyerekei vannak, az hogyan tudja megvalósítani nap mint nap ezt a dolgot? Tehát ugye nem mindig tud elmenni a 90 napos elvonulásra. De igen, hát itt vannak olyanok, akik ezt megcsinálták. Tehát lehetséges. Részidőben. Tehát van, aki eljött 3 hónapra, van, aki eljött párszor, 1 hétre, párszor, minimálisan 3 napra. Hát ezért ezt olyanra csináljuk, hogy lehet. Tényleg részt lehet rajta venni. Uram, bocsá, van, aki bezárja az életmódot, a kulcsot elrejti a virágcserépal, és 3 hónap múlva kihúzza onnan. És igazán nem tudja, hogy mit ért el 3 hónap alatt, és ez a jobb. Most képzeld, hogy valamilyen buddhista zászlót lobogtatva mennek ki a templomból. Borzasztó. Tragédia. Tehát, úgyhogy mindent lehet, csak meg kell valósítani. Ami pedig a világi életet illeti, a reggeli és esti meditációt, mielőtt a gyerekek fölkelnek reggel, miután a gyerekek lefeküdtek este, azt javaslom, és lehetséges. Nagyon sok ilyen családdal találkoztam, és még az se feltétel, hogy a házastárs buddhista legyen, vagy együtt gyakoroljunk, csak értse meg, csak fogja föl, hogy mit csinálsz, és a szívében valahol ezt érezze át, és érzelmileg támogasson, tehát ne legyen egy. Miért nem velem foglalkozol? Na, ezért. Mindent meg lehet oldani, és hát a formák azok 10,000 félék, és az életmód is sokféle, úgyhogy ebben mind bele lehet illeszteni, csak akarni kell. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A tiszta tudat megtapasztalása az lefoszt igazániból mindent, és onnantól az egész annyira kívül van számomra egy tapasztalásba azon, ahogy tényleg az a civilizáció, és főleg ez a nyugati főpörgetett világ működik,
hogy ahhoz képest tényleg érzem, hogy az a monasztikus lét, annak mi volt, és mi az igazi lényege, hogy abban a pontban, amikor az énség is eltűnik, és az, ott eltűnik az a fajta minden, ami értékelése a dolgoknak, amit rálgatunk, címkéket, és azok nélkül az kívül kerülök az egész ilyen társadalom, a civilizáción valahol. Biztos? Nem, hát... Azért, mert voltál kolostorba? Nem. Na, hát akkor elmondom milyen. Tehát ez olyan, hogy nem kerülsz te kívül semmin, hiszen egy monasztikus társadalom része vagy. Igen. Ez nagyon fontos. Tehát amikor az ember a családi otthont, a fizikai születésnek helyét elhagyja, és betagozódik egy szerzetesi társadalomba, akkor egy újabb családot kap. Ez a szanga, ami a nem vér szerint, hanem spirituális család. Otthon nekem az, hogy 3000 ilyen van Koreában, az összes Csogyerendi templom. Minimum 3 napig bárhol tartózkodhatok, bárhol gyakorolhatok, és hogyha veszem a fáradtságot, bármelyikbe be is tagozódhatom. Tehát ez így rendben van. De viszont a legelső mondatod, legelső állítmánya nagyon érdekes volt. Ezt úgy hívtad, hogy lefosztja. Emlékszel? Nullára. Na most mi van, hogyha még a nullát is lefosztja? Lefosztja a lefosztást is, és akkor visszaértünk arra, hogy milyen színű a fal? Hadd hallja. Mit látsz? Mondd, mit látsz? Az már egy szó, az már... Az nem baj. Az előbb mondtam, a szavakkal nincs baj. Szerintem van. De miért? Hát azokat használod, hogy kérdezz engem. És azokon értjük félre is egymást, és azokon megy az egész, megint, amiben részt veszünk. Megint bukfenc volt. A szavak miatt értjük félre egymást? Mi az, ami érti a szavakat benned? Nem a szavak adják saját értelmüket. Persze, azok üresek. Okay. Külföldieket megkérdezték, akik a magyar nyelvet úgy hallgatták, hogy milyen nekik a magyar nyelv, és válasszanak ki ilyen szimpatikus szavakat. Tudod, minek volt ilyen lágy, bizalomgerjesztő hangzása? Melyik szónak? Mondjátok. Halál. Tehát azt így a halál, és az egy olyan jól hangzó, olyan kis bizalomgerjesztő, olyan... Nézd utána, megvan a tanulmány. Okay? Tehát a szavak tényleg üresek, nem a szavak miatt értjük félre egymást. Ha azt mondod, hogy a szavak rosszak, vagy jók, akkor az ítéletalkotás nagyon-nagyon szövevényes dzsungelébe belemész. Hát ezért ne utasítsd el magát azt a primér, egyszerű igazságot, amit a tisztán látás, tisztán hallás, tiszta érzés, tiszta gondolkodás és a többi teremt. Azt mondod, azt sugárzod a tekinteted, de hogy ez mind rendben van. Azaz. Így van. De azt is sugárzod, persze, hogy valami nincs rendben. Az minden az. Hát mert a primér tapasztalás az mindennek ez a közvetlen tapasztalása. De a szavak azok már ilyen kreál dolgok ahhoz képest. Igen, és? Felteszek egy kérdést, ami megkönnyíti a helyzetet. Erre mit mondasz, ha megkérdezem, hogy mi ez? Csésze, hangtál, sok szóval lejött. Most jön az a probléma, amiről az előbb beszéltél. Ő nem mondja azt, hogy hangtál. Azt sem mondja, hogy sound bowl, biztos, hogy egy gyönyörű tibeti neve is. Ő ilyet nem mond. Igen. Mi mondjuk? Ezzel van probléma? Tehát, hogy szavakkal jelöljük ezt az objektumot, ezzel van probléma? Ebből vannak a félreértések, hogy ugyanazt a dolgot másképp írjuk le. Abból vannak a félreértések, hogyha te másképp érted a hangtálat, mint én. De ennek nincs problémája belőle. Nincs, persze, ennek nincs ilyen tudata. Persze. Ő nem tudja, hogy hangtál. Persze. Mit tud ő? Ezt tudja. Tehát azzal van a probléma, ha a szavakat és a jelenségeket összecseréljük, ha nem látjuk a szavak relatív voltát, ha nem látjuk a nyelvi jelek üres voltát, tehát te töltöd meg jelentéssel, ami azt jelenti, hogy tudati művelet
a hangalak megtöltése jelentéssel. Amikor anyanyelvet tanulunk, ez úgy szépen belénk megy, amikor felnőttként tanulsz nyelvet, akkor pedig tudatosan, azért nehezebb, át kell menni a szűrőrendszeren. Angol mental imputation, tehát egy tudati, kijelölő, tulajdonság alkotó művelet az, hogy azt mondom, hogy a hangtál szón én ezt értem. Amíg te is azt érted ez alatt, hogy hangtál, addig rendben van. És szerintem nem a szavakkal van baj, hanem esetleg azzal a tudattal, amik nem hajlandó a szavakat megfelelően használni. Hanvast, első igazi nagy tanítómat idézném, bár csak olvasmány élmény alapján, és nem személyesen találkoztam vele. Kétféle halott van. Az egyik, akinek lelke véglegesen elvált a testétől, és a másik az, aki a szavak eredeti értelmét nem tudja. Egyéb kérdés? Vagyunk, akkor szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz a mai tibeti helyzetről? Tehát, hogy egy buddhista egy ilyen helyzetben cselekedhet-e helyesen, vagy cselekedhet-e? Cselekedhet helyesen. A buddhista számára, amíg a megvilágosodás felé megy, amíg bölcsességet, együttérzést és önzetlen segítséget gyakorol, addig nincs reménytelen helyzet. Őszentsége nagyon-nagyon jó példa erre. Tehát tisztelem és becsülöm azért, amit a népért tesz, és úgy, hogy semmiféle politikai mozgalmat nem indított, sőt, megpróbálja meggyőzni a fiatal és forrófejű tibetieket, hogy nem a politikai vagy urambocsá fegyveres ellenállás az, amivel ezt meg tudják oldani. Látszólag egy teljesen paradox magatartás. De nem lehet az alapelvek megszegésével olyasféle eredményre jutni, amit egyébként a tan nagyon tisztán és nagyon világosan hirdet és tanít, tehát a békét, a biztonságot és az ellentétek meghaladását. Tehát nem lehet konfliktussal megoldani a konfliktust, a háborút csak békével lehet megoldani. És hogyha formai megoldásra gondolsz, akkor igen, rengeteg tárgyalásra van szükség, és egész addig kell tárgyalni, ameddig megfelelő eredményt el nem érünk. Tehát tragikus a jelenlegi tibeti helyzet, elfogadhatatlan és tarthatatlan, és ennek a megoldása nem lehet valami, ami ugyanolyan elfogadhatatlan és tarthatatlan. Úgyhogy, ha tud valaki segíteni, ha tud valaki cselekedni ezért, úgy, hogy a tannak az alapelveit, az út alapvető minőségeit tiszteletben tartja, akkor tegye ezt. Aki pedig nincs ilyen helyzetben, az belül a lelkében gyakorolja azokat a minőségeket, amelyek segítik ennek a helyzetnek a megoldását, már így közvetett módon, vagy közvetettnek tűnő módon. Úgyhogy a világon nagyon sok égősebb van, és Tibet az egyik. 18 éve látogattam oda, és már akkor is nagyon jól látszott, hogy milyen irányban kéne elindulni. Sung Sanzen mesterrel végigjártuk a három egymáshoz közel eső nagyvárost, Lhasa, Gyantse és Igatse. Találkoztunk lámákkal, láttuk a kolostorok állapotát, fönn voltunk a hágókon, hegytetőkön és a tavak mellett, és így első kézből, nem pedig médián keresztül szerzett tapasztalatból mondom azt, amit mondok. Meg kell látni a karmának a működését, azt, hogy pontosan mit engedhetsz meg magadnak azért, hogy egy célt megvalósíts, és lásd a határokat. Nem baj, hogy ezen határok megmaradnak, és nem lépjük át őket. Tehát semmi különlegesen nincs szükség, már ismerjük a megoldás útját, egyszerűen végig kell rajta menni. Türelemmel, odaadással, és ha kell, áldozathozatallal. Egyéb kérdés? Érthető vagy lehetséges reakció-e szerinted az önégetés egy ilyen helyzetben? Nem tudok rá sem igen, sem nemet mondani, mert maximálisan meg szeretném hagyni annak az embernek a szabadságát, aki ezt eldönti. Ez körülbelül olyan kérdés, hogy joga volt-e Jézusnak megengedni, hogy keresztre feszítsék. Ez az ő döntése. Egyéb kérdés?
A szenvedéstől szeretnék kérdezni. Buddha azt mondta, hogy az életünk tele van szenvedéssel. Is. És na de. Hogy a szenvedések kötelékei sokfélék. A szenvedély, az más. Miért cseréled össze a szenvedélyt és a szenvedést? Direkt cseréltem össze, mert erre szeretnék rákérdezni. Mert ugye ezt mi nagyon sokszor elmondjuk. Szenvedéllyel mondjuk el. Mi az oka annak, hogy ilyen rettenetesen sok szenvedés van az emberi életben? Illetve, hogy miért ragaszkodunk a szenvedéseinkhez ennyire? Mert megállnék, ragaszkodunk. Persze. Második kérdésre először a válasz. Annyira megszoktuk a szenvedést, hogy ebből gyártottuk le az ismert világunk nagy részét, és nem akarunk változást. Tehát inkább a megszokott szenvedést szeretjük élni, és arra szépen kalibráljuk magunkat, hogy ennyit szenvedünk, sőt, ettől még úgy is érezzük, hogy életben vagyunk. És nem kérdezzük meg, hogy ezt hogy lehetne meghaladni. Tehát nézd meg, alapvetően kétféle szenvedésre érdemes rálátni, az egyik, ami az emberi léttel természetesen jár. Születés, öregség, betegség, halál. Egyik se fáklyás menet. És mindegyik benne van a pakliban, ahhoz, hogy egy lélek felvegyen egy emberi testet, ezt a négyet nem tudod elkerülni. Na most ehelyett mi csinálunk? Létrehozunk teljesen más szükségtelen szenvedést, háborút, éhezést, egyéb járványokat, bolygópusztítást, népirtást, ilyeneket. Na, erre tényleg nem lenne szükség, ezt el lehetne kerülni, lehetne úgy élni ezen a földön, hogy ezeket nem hozzuk létre. És az első kérdésre a válasz, miért van ennyi? Mert létrehozzuk. Mert azt hisszük, hogy nem mi csináljuk. Mert azt merjük gondolni, hogy nem a mi felelősségünk, hanem valaki vagy valakik ugye teszik ezt velünk. Hogy ki vagyunk szolgáltatva, hogy cselekvésképtelenek vagyunk, hogy meg vagyunk kötözve, hogy bűnhődnünk kell. Ezek mind-mind olyan sztereotípiák, amiket szeretünk magunk elé húzni, mint egyfajta önvédelmet, egy pajzsot, nehogy látni kelljen. Nehogy meglássam a saját kezemet, amik megfogja a szerszámot, és szépen addig szerel, amely ilyen döbbenetesen szörnyű szenvedésgépezetet össze nem rak. És a Buddhának ez volt a realizáció, hogy nincs ilyen rajtunk kívül. A tudatot teremti a világegyetemet. Senki más. Na, ezt a tudatot megtapasztalni, ez a dolgunk, mert első az, hogy én. Ja? Kezdetnek nem rossz, de akkor mi az az én? És akkor szépen az ember megy tovább az úton, és elfelejti az összes ideáját, az összes rutinját, szokását, karmáját, és hogy szépen lassan foszlik le róla a sok-sok réteg, úgy a szenvedése is tűnik el. És ezt nem szoktuk bírni. Előző kérdésére azt tudtam mondani, hogy a teremtetlen, türelmes elviselése. Na most ez a te esetedben ugyan a szenvedéstől mentes, türelmes elviselése, mert nem, mert valaminek kell lenni. Legyen már valami. Meghalok az unalomtól. Puff, egy pofon. És akkor már is van valami. Jó? Tehát nem tudunk tartósan enélkül élni, ha csak az identitásodnak azt a rétegét le nem vakartad magadról, amelyik ezt kívánja, amelyikben kódolva van ez a vágy és ez a típusú harag. Jó? Ha ez az identitás megszűnik, akkor megszűnik a hozzá kapcsolt összes yin és yang típusú dualitás, tehát a harag típusú és a kapzsiság típusú is. És még ehhez kapcsolódva, a szenvedés és az ehhez nagyon szorosan kapcsolódó szenvedély, mert a magyarban ugyanaz a gyöke mind a két kifejezésnek. A szenved? Hogy szenved. Igen. Mert ha valaki valamilyen szenvedélyt talál magának, és legyen az bármi, ami először jól esik, de aztán túlzásba viszi, és lehet ez bármi, egy túlzásba vitt hobbitól, egy túlzásba vitt bármi egyéb függőségig. Mi először élvezetnek tűnik, és a végén egy szenvedés lesz belőle. És itt a szenvedély
szó, amikor a jóból szenvedés lesz. Erre is nagyon kell figyelni, ugye, hogy mikor lesz valami jóból. Idéznek most egy európai kultúrtoposzt, így szól. És a hübrisztész vizéhez érsz, bele ne lépj, átkelni rajta nem lehet. A régi görög mondás méghozzá azért, mert látták, hogy a túlzás, akár szenvedély, akár bármilyen személyiségalkotónak a túlzása, beláthatatlan következményekkel jár, és ekkor vannak halálos élvezeteink. Úgyhogy szenvedély és szenvedés nagyon komolyan összekapcsolódik, de vannak szenvedélymentes szenvedések. Például a nihilizmus egy ilyen. Tehát bármelyikre rá tudod mondani azt, hogy szenvedély és ezért szenvedés, de akkor valaminek égnie kell. A szenvedély az olyan, hogy ég, lángol. És ez a hideg, kihűtött, energiától mentes, a semmibe hulló valami, ezt nehéz szenvedélynek titulálni, ahhoz képest, hogy mondjuk a terepasztal építése, vagy állandóan dohányzunk, vagy különböző kémiákkal torzítjuk magunkat. Tehát ez is szenvedés, de nagyon nehéz így közös nevezőre hozni a hideg, semmi típusú szenvedéssel. Pedig ebből is rengeteg van. Tehát hányféle depresszióba tudunk belesüllyedni úgy, hogy már a kémia se kell. Nekem már úgy jó, ahogy van. Majd egyszer rám figyelnek. És most minden együttérzésem azok, akik ilyenbe belekerültek, mert tudom, hogy ez sokkal, de sokkal összetettebb. Sokkal, de sokkal nehezebb ebből kijönni. De valahol mindig volt a tudatnak egy olyan mozdulata, amivel ezt megengedte, és amihez ő kellett, hogy ehhez hozzájáruljon, hogy nem fogta meg véres ujjakkal a szikla szélét. Ez tudatosan vagy tudattalanul sajnos jelen van. Úgyhogy meg kell nézni azt, hogy mikor járulsz te aktívan hozzá ahhoz, hogy ilyen szenvedély és szenvedésteli állapotok kialakuljanak, és pont azt az aktív részvételt kell visszahozni. Pont azt az aktivitást kell megszüntetni. Merni kell nem cselekedni, nem reagálni és nem válaszolni a szokott módon. És akkor megváltozik minden. Tehát a szenvedélyből tényleg nagyon komoly szenvedés van. A szenvedés ez egy nagyobb zsák, és benne vannak a szenvedélyek. És a legparadoxabb dolog az, hogy a szenvedélyek megélése nélkül az energiánk nagy része az kihasználatlan marad. És most a társadalom által legelfogadottabb, sőt, gerjesztett szenvedélyre gondolok, a szerelemre. Ha azt nem éli meg valaki emberi testben, akkor valami nagyon nagyot mulasztott, és anélkül nem teljes az emberi élet. Tehát vagy így, vagy úgy, a legplátóibb, transzcendensebb módon, az is szerelem, az tudjuk, hogy nem az érintésen múlik, hajaj. Vagy pedig valami elképesztő, tehát lánggal, de ezt a szenvedélyt valahol meg kell tapasztalni ahhoz, hogy az énedet legalább egy pillanatra elfelejtsd. És ebből a szenvedélyből aztán származék szenvedélyek jöhetnek létre, és kőkemény reakciók és kőkemény aukciók után, amikor megpróbál eladni magadat már a egyre csökkenő árfolyamoddal a tőzsdén. Úgyhogy a szenvedélyek is, ahogy a nyelvi jelek, üresek. Nagyon nehéz elhinni, de így van. Miért? Mert a belőlük felszabaduló energiát pontosan arra fordítod, amire akarod. Csak általában nagyon össze szoktuk kapcsolni a szenvedély eredetét, kibontakozását és a kifutását vagy kihalását. Nem vagyunk hajlandóak leszállni az égő járműről. Egyre gyorsabban hajtjuk, neki is megy a falnak, fel is robban. És akkor főnix madárként újraéledünk a porból, és amíg bírja a jármű, addig egy újabb szenvedélyt bevállalunk. Gondolván, hogy ez az élet. Ez is lehet az. De nem kell ennek lennie. Az viszont igaz, hogy a szenvedély alapvető tapasztalása nélkül nagyon-nagyon nehéz embernek lenni, sőt, nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy nem is érdemes. A szenvedélyben nagyon sok minden van, nagyon sokra ugye, tapasztalatszerzésre föl lehet használni, de ha nem veszed ki az ént belőle, az énséget belőle, akkor mindig odaver. Tehát tudjak leválasztódni erről az energiáról, tudjam felhúzni a botkormányt,
vagy hogyha odavertem magam, akkor én szereljem meg a gépet, tehát én javítsam ki a hibát, és ne akarjam ezt másra testelni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy lehetséges-e az, hogy valakinek több útja is van? Ugye mondtad azt, hogy mindegy, hogy mit választasz, vagy mi az, amit úgy érzel, csak menjél végig rajta, és gyakorol 10-20-30 életed végéig. Lehetséges az, hogy valakinek több útja van, és hogyan döntse el azt, ami előtte felvillan, hogy melyik legyen az, amin elinduljon? Egyszerre több útja? Vagy úgy egymás után? Vagy egymás után például. Az egymás után az semmi gond. Csak hogyha egyszerre gondolod, akkor megkérdezem, hogy hány lábad van. Mert nagyon nehéz úgy menni több úton, hogy az embernek csak kettő lába van. Egy tudatban egyszerre több hagyomány gyakorolni lehetséges, csak egyrészt eloszlik az erő, és néha ezek egymásba tudnak keveredni, és a jól megalapozott kognitív falak átszakadnak, és akkor olyan szivárgások vannak, hogy többet árt, mint használ. Mondok egy példát. Még csak nem is két vagy több keleti hagyomány, hanem egy nyugati disziplina és egy keleti hagyomány keveredett. A buddhizmus egy ágát szándékosan nem mondom, hogy melyiket, ugye rossz fényben tűnne, hogy az a hibás. Nem, nem hibás. Tehát a buddhizmusnak egy gyönyörű ágát gyakorolt valaki, és közben járt egyetemre, ahol még tanult mellette valami mást, ami az ember személyiségére irányul. Ebből is sok van, ezt sem nevezem meg, hogy ne azt a kart okolt, hogy az történt. És egy fantasztikus párkapcsolatban élt a párjával. És ezen két szemüvegen keresztül, a nyugatin és a keletin keresztül elkezdték elemezni, nézni szimbolikával, analitikával, mikor adódott a világot, a kapcsolatukat és egymást vizsgálni. 3 év után szétmentek. És döbbenetes volt. És nem tudtunk beleszólni. Rengeteg barátjuk, ismerősük volt. Igazi mágnesek voltak. Közép-középosztály. Tehát nincsenek problémák, de nincs is az elszállás, ami a sok nulla miatt van. Igazi, fantasztikus vonzerő mind a két részről, és nem tudták megtartani a kapcsolatot, mert ezeket a hagyományokat, vagy éppen eszközöket, tudati eszközöket úgy használták föl, hogy darabokra szedték az egészet, és nem tudták összerakni. Miért? Mert ha van egy egész, amit te felszeletelsz, és darabokra szedsz, elveszted a hitedet, hogy egy ugyanolyan egészé össze tudod rakni, és még a hegek is eltűnnek. Ez lehet, csak nagyon hosszú idő és rengeteg türelem, amíg visszaolvasztod az egészet egy implicit, kifejtetlen, intuitív valóságba. Az emberi kapcsolatokkal ezt nagyon nehéz megcsinálni. Világképpel is, de az emberi kapcsolatokkal, mivel az kettőn múlik, és mindig oszcillál, és mindig dinamikus, és sohasem állandó, sohasem áll be egy fix értékre, azt mindig táplálni kell, tisztítani kell, energizálni kell, mert különben nem lehet így együtt élni. Tehát ha szételemzel valamit, ha nagyon sokat akarsz tudni az adott dologról, vagy az adott emberről, akkor ez meg tudja semmisíteni a tanulmány tárgyát, vagy a kapcsolatban élő személy felé azt a viszonyt, ami elengedhetetlen. Úgyhogy több úton is lehet járni, csak vigyázzunk, hogy hová lépünk. És azt hiszem, hogy mindenkinek az életében több időszak van, az egyik a spirituális shoppingolás. Tehát amikor elmegyek a kis bevásárló központba, körülnézek, és azt mondom, hogy na, akkor Japántól egészen Amerika nyugati partjáig ennyiféle fő irányzat van, mindegyikből kérek egy könyvet. És akkor hazamegyek, és az első komoly gyomorrontás után, ugye, agyilag, elkezdek szelektálni, hogy ezt akkor mélyebben elolvasom, ezt akkor nem, ez a kicsit talált, amit tanított, ez eltarthat egy ideig. És akkor az ember leszűkíti a keresést így az impressziók nyomán, és maradnak alternatívák, de már egy kezeden meg tudod számolni, hogy mennyi, és elkezded kipróbálni őket. És ahogy azt az előbb mondtam, előbb-utóbb egy fontossági sorrend, egy hierarchia kialakul benned a tapasztalataid alapján, hogy milyen tanító, milyen tanítás, milyen tanítványi közösség. Akkor lezárul a shopping. És akkor el tudsz köteleződni. Na, ez nyugaton nehezen megy, Magyarországon különösen nehezen megy, mert a bizalom nagyon megtört a csoportok iránt is,
és a tanító iránt is. Tehát elmúlt 150 évünkben nem volt olyan békés, boldog időszak, amikor az emberi közösségeket és csoportosulásokat nem macerálták volna, manipulálták volna, megideologizálták volna, és különböző módokon erőszakot ne tettek volna rajta, mentálisan, fizikailag, energetikailag, pénzügyileg, politikailag, bárhogy. Na, ezt nehezen viseljük el. Tehát, ha csatlakozni akarsz egy csoporthoz, rögtön azt nézed, hogy honnan kell védened magad. Nézd meg, és általában nem is csatlakozik az ember, megvan a vérszerinti család, meg a rokonság, azzal el kell bíbelődni, az bőven elég, és akkor azzal, ha elboldogultunk, akkor jó. Nagyon kevesen tudunk szabadon, önként és úgy társulni, hogy az alapvető bizalom megvan. Általában érdekvezérrel társulások és csoportosulások jönnek létre, és ezt visszük addig, amíg az érdekközösség tart, és utána viszlát. Na most, egy spirituális közösség nem így működik. Különben nem szellemi utat jár, hanem valami egyebet. Úgyhogy ez a fajta betagozódás, beilleszkedés a szangába nagyon-nagyon nehéz, mert engem ne szippancson be semmilyen szekta. Hagyjanak engem békén. Miről van szó végül is? Tehát mi a probléma? Nézzük meg azt, hogy a társulás, beilleszkedés ugye traumája az honnan van. Onnan van, hogy nem ismerem önmagam, nem ismerem a másikat, nem tudok megbízni magamban és a másikban, eltérő mértékben, és nem látom át azt az étoszt, ami szerint az a közösség működik. Ha ezt nem látom át, tényleg nem tudok beilleszkedni, mert nem érzem magam biztonságban. Tehát ez az egyik probléma. De egy idő után választani kell, mert az idő halad, és egyszerre több helyre tényleg nem tudsz járni, vagy menni, huzamosabb időn keresztül. Tanító. Alapvetően a tanítványok típusához képest háromféle tanító van. Az első tanítvány típus a guruváró. Erről beszéltünk érintőlegesen. Odadom a szabadságomat, a felelősségemet, a pénzemet, az összes elvárásomat, az összes áldást kérem, és az összes átkot ugye szabadítsa, vagyis vegye le rólam. És ezt szeretnénk a gurutól. És ez nem megy. Ez mindig csalódással jár, és akkor indul a kiátkozás, akkor indul a panaszkodás, akkor indul az összes olyan projekció, amivel a gurut le akarom taszítani arról a nem létező trónról, ahová én emeltem föl. Tehát a guruváró az egy nagyon speciális dolog. Magyarországon rengeteg van belőle. És pontosan azért, mert a közösségek így nagyon nehezen működnek, mert szét vannak tagolva, mindenki csak a gurura néz, az ilyen közösségek, csoportok nagyon felülvezéreltek, iszonyúan fejnehezek, és nincsen alattuk struktúra. Tehát nincsen al, szub, még al, stb. Két réteg van, az elit és a guruvárok. És ez nagyon nagy hátrány. A következő tanítvány típus az általában tanulni szeretne, az önállósága megvan, ők meghallják azt, hogy minden lénynek van Buddha természete, és a gurué se nagyobb, meg a tiéd se kisebb, csak az egyik realizált, a másik pedig éppen az útban van, az úton van. És ez a tanítvány a mestert keresi, nem a gurut. És a mestertől megtanulja a fortélyokat, megtanulja a különböző technikát, megtanulja az irányvételt, a látásmódot, a stb., és az ilyen módon összekerülő emberek együtt tudnak működni, hiszen ugyanabból a szerszámos ládából dolgoznak. Mindannyian bíznak valamilyen szinten önmagukban, tehát a másikban is bízhatnak, hogy nem energiavámpírral van dolguk, hanem egy ugyanolyan törekvő valakivel, problémákkal, boldogságokkal, egyebekkel együtt. Ebből kevesebb van, de van. A zen ebből a szempontból egy nagyon komoly szelekciós tényező, mert guru pozíció nincs. Tehát nem egy ilyen stílus. És az ilyen irányú igényeket nem tudja, sőt, ha a tanító elég tudatos, nem is akarja kielégíteni, nem osztja az észt, nem mondja meg a tutit, nem mondja meg, milyen életet éljél, és a többi. És az embereknek, ahogy ezt mondtam, nagyon nagy igénye van rá a már említett okok miatt. A harmadik az az úgynevezett katalizátor. Tehát ahol a tanító csak katalizátor szerepet tölt be,
és hogy elég egyszer találkozni vele, és a személyiség már annyira érett, az útonjárás már annyira közel van a megvalósuláshoz, hogy már csak egy mozdulat kell, de az kell. Egy találkozás kell, az viszont elég. És akkor megvalósul. Akkor beérkezett. Úgyhogy a guruvárok és az egy lépésben transformálódók nagyon szívesen tévesztik össze a kettőt, de csak guru oldalról. A transformálódók azok nagyon-nagyon függetlenek, de abszolút együttműködésre képesek, megbízhatók, és ők már a láthatatlan tanítók. Már azzal tanítanak, ahogy jelen vannak, ahogy cselekszenek, beszélnek, és még semmiféle formális dharma alkalomról nincs szó. De a guruvárok nagyon szeretnék ezt. Egyetlen lépés, egyetlen szó, egyetlen villanás, és minden megoldódott. És én a guru kebelében leszek. Sokáig. Tehát ez ölbutít és nyomorba dönt, és egy tisztességes tanító az meglátja, hogy mi módon óhajt viszonyulni hozzá a tanítvány, és gyöngéden konvertálja. Különben benne maradnánk a slamasztikában. És azért mondanám, hogy ha a tanító kinevezi magát guruvá, úgyhogy tudja, hogy mit csinál, tehát nem a tanítói maradvány karmájot láthatatlanul ott szorongatja, hanem tudja, hogy kinevezi magát az igény miatt guruvá, nagyon rossz karma. Tehát elképesztően rossz karma. Nem csak lejjebb ad a spirituális maximákból, és lefokozza magát, hanem lent hagyja a téves nézetek kőkemény göröngyei között a tanítványt úgy, hogy közben azt a gyönyörűséges megszabadulásnak maszkírozta, hogy ezért óriási felelősség a tanítótól az, hogy ő milyen személyiséget sugároz, milyen viszonyt épít ki a tanítványokkal. A tanítvány részéről meg az a nagy felelősség, hogy legyen már hajlandó fejlődni, ha már egyszer ott van. Tehát fogadja el azt a változást, ami benne történik, a tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasságának az összhatására. Mert hidd el, hogy nagyon sokan küzdenek ellene. Rendszeresen járnak, megjelennek, leborulnak, énekelnek, meditálnak, bejönnek interjúra, de ha valami belül változna, azt vaskeményen ki akarják írtani magukból, mert én már így jó vagyok. Maradhassak én is ugyanolyan, mint amilyennek szeretem magamat. Tragédia. Egyéb kérdés? Ami talán a meditációval kapcsolatos, hogy beszéltünk itt a kelet és a nyugatról, és most így jobban így a keletről volt talán szó, és vagy a meditációról, hogy ennek vannak formális, vagy nagyon erősen kidolgozott keretei, ahogy mondtad, a kolostori életvitelből és kultúrából adódóan. És a kérdésem egy kicsit olyan, hogy lehet-e ezt alkalmazni a hétköznapokban? Nagyon. Tehát, hogy a formátlan meditációt, vagy az éppen ez, amit esetleg, vagy ideális esetben a meditációban gyakorol az ember, hogy azt ugyanúgy minden más... Azt is lehet. Mondd el nekem, hogy te hogy tanultál meg biciklizni? Feltételezem, hogy megtanultál. Igen. Emlékszel, hogy hogyan? Hát arra emlékszem, hogy egyszer elestem, hogy akár többször is. Én most arra kérdeznék, ami az előtt volt. Hogyan kezdtél? Mi volt az első pedálforgatásos élményed? Nincs meg? Akkor segítek. Hát konkrétan nincs, de... Én annyira emlékszem, hogy ezzel az emlékkel szeretnék segíteni neked. Édes jó apám egy partvisnyelet bedugott a nyereg mögé, nem voltak hajlandók egy kis oldalkerékkel engem a betananat elengedni, egyébként se jó, és egy enyhe lejtőn, aszfaltos, enyhe lejtőn, jó apám jött mellettem, ez egy örökhajtós gép volt, tehát nem lehetett lustizni, és ott volt a partvisnyel, és fogta, és közben beszélgettünk, és csak tekerd a pedált, hagyha van valami mondja, tartsd egyenesen a kormányt, és mentünk. És ez körülbelül egy hét vége alatt lezajlott, amit most mondok. Egyszer csak beszélgetünk, és látom, hogy apám mind a két kezével gesztikulál. És így hátra nézek, üres a partvisnyi, nem fogja senki. És akkor nem rémültem meg, mert egyrészt apámban nagyon bíztam, nagyon jó volt a kapcsolatunk, és addigra már rájöttem, hogy én tényleg tudok biciklizni. És akkor el is léptem, mert én ugye pedáloztam, apám pedig gyalogolt, és akkor így hátra néztem, na, jössz, és akkor megvolt ez az élmény is,
hogy azt hitted, hogy még fogja az öreg a partvisnyelet, de már nem. A meditációs forma pontosan ilyen. Tehát kell a partvisnyél, le kell ülni, betekered a lábadat különböző üléstípusokba, megvan a meditációs technika, edurran a csuppi, edördül a hangtál, csinálod 30-40-50 percig, és csinálod, és nem állsz föl. És tolod egyenesen, erőfeszítéssel, odaadással, minden belső kotyvalékodat félreteszed, és jelen vagy. Szembenézel vele. És egy idő után, amikor már nem is ugye, formában gyakorlod, a mindennapi életben, az utcán, már nem más típusú tudattal vagy, már nem borítanak el úgy az illúziók, már nem ébrednek föl úgy az azonosulások, és akkor lehet arról beszélni, hogy ki tudtad vinni a meditációt az utcára. Meg tudtad szabadítani a formától, de ha kell, visszaülsz a formába egy kis karbantartásra, és nem cseréljük ezt föl az úgynevezett, hogy mondjam ezt szép szóval, amikor azt hisszük, hogy meditálunk, de mégse. Tehát ez általában ilyen hatalmas nagy poharak, meg üvegek között, amikor ugye a fejjel így fekszik a pulton, akkor jön rá, hogy na mégse, hogy ez nem jött be. Hogy ez nem az a meditáció, amire gondolt. Mert valahol egész máshol ébredt föl, mint ahol elaludt. Zsebei üresek, és az árokban olyan hideg van, és jönnek reggel a kutyák, és ez borzasztó. Pedig úgy tűnt, hogy meditál az elején. Érted? Tehát az elején mondtam az előadásnak, hogy nem azzal van a baj, amit nem tudunk, hanem azzal, amiről úgy hisszük, hogy tudjuk, de közben mégse. A meditáció is ilyen. Tehát először fogadjuk el azt a fegyelmet, amit bármely forma lehet, itt a legegyüttérzőbb tibeti rinpoche, akkor is van formája, technikája, eleje, vége, módszere, és kell. Na, amikor ezt gyakorolod egy pár évig, akkor így bekattam bármi módon, aztán már ki se kapcsol. Honnan tudod, hogy még az álmodban is megy? Még ott is stabilizál. Van egy mantra gyakorlatod például, és álmodsz valami nagyon-nagyon disznóhússal töltött káposztás, bikás borzalmat, ugye? Vagy elfojtott félelmet, komplexust és ilyen izzadt savfürdőt, amiben beleengeded magad álmodban, olyan is van. És akkor egyszer csak megszólal a mantrád, és ez egészet kitörli, ugye, ahogy van. És fel is ébredsz. És akkor megköszönöd, hogy ebben a testben vagy, hogy egészséges vagy, és hogy újra alhatsz ezek után, és ha kell, bekapcsol a mantrád megint. Ez viszont évek. Viszont bejön. Úgy, hogy aztán el sem újjon. Még akkor sem, amikor kilépsz a testből. Mert akkor kell az aztán igazán. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a ma estére behozott kitüntető figyelmét, és megkérek mindenki tisztelettel és szeretettel, hogy támogassa a Sambola Központot adományaival. Ennek és a következő előadásnak a teljes adománya ezt a helységet, ezt az intézményt illeti, és itt szeretném megköszönni Tibornak és a segítőinek azt az áldozatos és lélekemelő munkát, amit több éven, évtizeden keresztül végeznek azért, hogy ez a hely működjön, és az emberek, az érdeklődők rendelkezésére álljon. Köszönöm a figyelmet!